Sziasztok, Szöcsi vagyok, és ez itt a GFF. Hát nem mondanám, hogy új játékot hoztam el nektek. Ez már egy eléggé ismert játék, a Forest. Hát igen, meghallottam, hogy fú, ha már van egy jó géped, akkor csináljál már egy Forestes videót. Úgyhogy igazándiból, hát nem kezdem el előről, jó? Tehát tizedik nap, én itt nagyon boldog vagyok. Hát igazándiból most meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan vadul, hogyan játszik egy igazi gyáva nyuszi forestet. Na hát istentelen töltögetés után, hát igen, én mondtam, hogy nem nulláról kezdem. Jelenleg így néz ki a bázisom, és megpróbálok nektek bemutatni egy-két pozitív dolgot, ami nagyon jól tud jönni. Ugye kis házikó, alváshoz, kőlerakóhely. Na most az 1.25-ösnek, vagy a 0.25-ös forestnek legnagyobb bugját is be fogom mutatni, ami egy rohadt nagy segítség. De persze előbb itt, hát itt nem történik semmi. Igen, hát itt kicsit bevédtem magam, mert mondtam, én nagyon fosok ezektől a izéktől. Úgyhogy én amennyire csak tudtam, ezt elkerültem. Úgyhogy csináltam magamnak ilyen kis kukucskálót, és akkor van két ilyen kis cuccos. A hely az igazándiból szerintem a legszimpatikusabb hely, ahova én költözni tudtam. Úgyhogy van ilyen kis vizes cuccos, itt tudunk inni, mert ugye emberünk egy idő után már kezd megbudjanni. Hát igen, fontos dolgokat össze kell szedni. Teknős húsból annyit eszik, mint a rosszabb. Hát igazándiból kraftoljunk egy kicsit. Mit lehet itt kraftolni? Például egy ilyen baltát. Ez a balta, ez például egy rohadt jó dolog. De van még jobb. Mégpedig, ha betekerjük klóttal, akkor utána föl tudjuk gyújtani, és rohadt nagy fényt ad, és természetesen fölgyújtunk vele mindenkit. De vannak pozitívabb tulajdonságai, mint például, hogy tollakat tudunk akasztani rá, ezáltal gyorsabb lesz. Na most itt lehet látni valamennyire, hogy a speed és a damage az azért lényegesen több, hát jó, speedje nem annyira, mint ennek az cuccosnak. De fogunk és ráakasztunk egy-két tollat, és utána ilyen tricep-pel rá tudjuk akasztgatni. Hát igen, itt meg van szabva, hogy pontosan meddig lehet föltornázni. Pontosan meg nem mondom, de basszus, hát erre tettem dögivel. De hát oké. Okay. Nem, azt hittem itt is lehet több mindent csinálni. Na mindegy. Szóval igazándiból rá tudunk tenni tollakat, és akkor az nekünk nagyon jó. 5, annyi kell. Úgy, és akkor rákerül 5 toll. Itt szépen jelzés. És akkor ezáltal gyorsabb lett. Ez nekem most már ilyen baszó balta. Hát igen, a Molotov koktél egész egyszerű, tehát ahhoz kell ilyen slötyi, meg kell klót, és akkor ebből lesz a Molotov koktél. Egyszerű dolgok, tudunk bombát gyártani, lehet csontokat, csontok is jók valaminek a kraftolására, ez Spearnek, de hát azt sajnálatos módon nem találok, mert nem vagyok olyan környéken. Úgyhogy van egy csokim, spiám, van íjat, botból, glódból, meg kötélből tudok csinálni. Igen, kötelet meg úgy csinálunk, hogy sok klótot összerakunk, és akkor tada! Dodbot. És akkor úgy lenne így. Veszőt meg úgy csinálunk, hogy bot, meg hozzá tollak, és akkor 5 toll, meg egy bot, és akkor az úgy nagyon sötét. Na mindegy, menjünk el, mert akarok csinálni egy... Oké. Okay. Be fogom mutatni a bugot is, de nem most. Egyébként a védekezés gyanánt az, hogy ez egy elég erős erőd lett, úgymond. Ez készen van? Ez készen van. Nem tudom, mennyire lehet látni, inkább oda megyek, és ott mutatom meg. Hát igen, dartbomba. És dart még egy bomba. Tehát úgy nem kicsit félek én ezektől a gyíkoktól. Egyébként ezzel lehet látni, lényegesen gyorsabb, mint hogyha nulláról indultunk volna. Nem kell védekezni. Mitől félsz? Mit félsz? Istenem, még fényes nappal sem merek bemenni az erdőbe, mert félek, hogy ezek elkapnak. Mi van itt? Ja, kivágtam egy fát. Igen, ilyen kis cuccost akarok elhelyezni. Követ gyűjtöttünk, de jó! Ilyen kis cuccost akarok bent az erdőben elhelyezni, csak adjátok nekem az erőt, hogy
ne csokizzak bele itt a... Ne csokizzak bele itt az ülésembe. Mert egyszer jártam már erre, és itt van nem olyan messze egy táboruk. És folyamatosan itt is van ez a jó kis bunkiuk. Szívem szerint ezt így fognám, és így... Hely, azt elcsippenteném nekik, hogy... Te itt nem akarsz felgyűnni. Úgy, ezeket a kis sárga virágokat illendő összeszedni, ezt a Marigold virágot, mert ez medikitként nagyon jól tud szolgálni. Mi? Hol? Ki? Oké, előszedjük itt a kis könyvecskénket, és megépítjük az Animal Trap-et. Gyerekek, nekem 180-on van a vérnyomásom. Agyszalad! Hú, de fut! Hú, de nagyon szalad! Hú, hát ez elszaladt, jó van akkor. Egy szépen megépítjük itt a kis cuccunkat. Hopp, valamit még összeszedtem szerintem. Mi? Megint léptek zaját hallottam. Istenem, gyerekek, én nagyon szarok. Ó, nem lesz ez így jó. Muszáj ezt itt megépítenem, mert... Tudtam, hogy nem lesz elég. Muszáj ezt itt megépítenem, mert... Mert csak... Kő. Ez csak egy kő. Az a jó egyébként, hogy tudomást fogok szerezni arról, hogyha a házam környékén járnak. Tudod, így bele fognak sétálni a csapdába. Túl sok választási lehetőségük nincs. És ha belesétálnak a csapdába, akkor bizony szarba lesznek, mert... Egy bot. Két bot, még egy bot kéne. Bot, bot, bit, bit, bot. Gratulálok, hülye gyerek. Rosszabb... Rosszabb pontra nem tudtam volna építeni. Nem kell félni, nem jönnek erre felé. Ez csak a, ezek csak a madarak. Csak a madarak? Van nálam bot. Nem félek használni. Beléd bököm. Ú, gyerekek. Most már tudok ellenük védekezni, mert tudom, hogy jobb gérgombbal is lehet itt ügyködni, és ez ténylegesen ír is valamit. De én még nagyon szarok. Gyerekek, én rohadtul félek ezektől a gyíkoktól. És nincsen több csapdám, vagy nincsen több bombám. Mondanám azt, hogy jó, hát akkor építek ide bentre egy bombát, hogy tudják, hogy errefelé sem kéne jönni nagyon. Nincsen piszkafa. Ú, de jó. Ez mi? Nem lehet megenni? Akkor nem is érdekel. Ú, itt a piszkafa. Hú, saját hangomtól félek. Ja igen, egy érdekességet illendő megjegyezni. Ha fát vágunk, mindenképpen a leggyatrább baltánkkal szabad csak, ugyanis kell ez az úgynevezett tree sap. Ez, hogy pontosan mire jó, azt úgy lenne a legegyszerűbb elmondani, hogy mindenre. Tehát ezzel javítasz, építesz belőle, úgy igazániból kell mindenre, amit el tudunk képzelni. Há, és Nyuszika el is szaladt. Hát Nyuszikának bizony a... Bizony fuck you. Én nem vagyok itt. Csak egy fura fa vagyok.
Ez már... Ez nem az volt? Mint azt hallottam, hogy... Fura nyelven a jó reggelt, szomszéd. Nem? Hát nem mondod, az sem baj, csak... Csak ne legyél itt. Vagy legalább ne akarja megenni. Jó, mert három törzs van. Az egyik az így ilyen... Beszari banda. Tehát az... Az oda jön hozzád. Pofán csap, és... A világból kimenekül. Például ő. Tehát, hogy nem igazán mer oda jönni hozzád. Tudni, hogy nagyon csúnyán állon vágod. És mi most használjuk itt a baszóboltát. Megmutatom nektek, hogy miért jó, hogyha ez nálunk van. Igen, tehát például ezért jó. Mert... Nyomunk egy ilyet. Hoppa, azt már szalad. Na gyere, gyere! Aztán csompi van most. Az a baj, hogy van egy olyan érzésem, hogy hívni fogja haverjait. A gyerekek, ezt a hangot nem bírom. Miért van az az érzésem, hogy ezzel hívta a spanyait? És túlélte? Mibő vagy te? Túléli itt a bazóbalt a támadását. Gyere. Volt nála túró Rudi. Azt a rohadt. Erjeme. Ennyünk biztosra, hogy rohadás igyene. Oké. Semmi baj. Menjünk haza. Jó. Jó. Majdnem megdöglöttem. Kétszer. Fura elfogyott az energiám. Többször is. És jelen pillanatban is 380-al áll a pulzusom. Éhes? Aha. Hogy rohadná meg? Hú, gyerekek, jó van, akkor még erre nem jártak. Ezek... Nem tudom, miből volt ez, de hogy vagy egy törzsfőnök volt, vagy én nem tudom, de... Az Istenért nem akart megdögleni. Csináltam ilyen kis lámpát, tök jó. Folyamatosan világít. Elfogyott a víz. Kialudt a tűz. Mi van itt? Jó van, gyűlik a víz. Gyerünk, ég, ég, gyerünk, baby, ég. Onnan nem jön. Onnan nem jön. Onnan tuti nem jön. Onnan föntről meg nem mernek leugrani, mert gyépések. Én meg nyugodt szívvel lemerek ugrani. Mert én meg nem vagyok gyépés. Igen, két dolgot is tudunk egyszerűen kezdeni. Oda nézi a hülyét. Hopp. Hát, ha már így erőteted a témát, akkor leülök.
Az a jó, hogy itt most már a fényeffektusok egy kicsit kultúráltan meg vannak csinálva. Gyerünk már, legyen kajám! Mitől fosok én ennyire? Na, gyógyuljunk föl, úgy. Van bot. Van szittyó. Van ilyen. Van kettő botom. Rengeteg. Ja igen, megígértem, hogy megmutatom nektek a játéknak a legnagyobb bugját. Ez mi? Opa! Na erre való a tricep. Ez ilyen saját hülyeségeinket ki tudjuk javítani. Menjél már! Idegesítőek a madarak. És bármit építünk, arra tudja, hogy rá fognak repülni. Fú. Kell bot. Már mocskos mocs sötétedik. Megmutassam egy éjszakát? Ám legyen. Ah, figyeld, milyen gyorsan fog besötétedni. Ez már sötét van. Van egy kedvenc pontom, hopp, pardon. Igen, fázom is felhetődik. Van egy kedvenc pontom, ahol szeretek följárni. Tessék, azt fogsz, az anyád picsája. Ahol szeretek följárni, mert onnan jó nézni ezeket a gyíkukat. És oda nem tudnak följönni, én viszont nyugodtan föl tudok futni. És ez a legtökéletesebb. Na látjátok, ott van az a két pont. Ide nem tudnak feljönni. Én viszont rohadt királyú föl tudok állni, és innen bárkit szétverek. Ja igen, meg akartam nektek mutatni, basszus, erre nem hoztam föl. Na mindegy, akkor bemutatom a kisboltámon, hogy milyen az, amikor úgy igazándiból fény van, mert hogy milyen fényt tud ez adni ennek a lightere. És így most az van nálam, és azért lehet látni, hogy kurva sötét van mindenhol. Hát azért gyerekek, kérem szépen, tehát 14 és fél méteres tábor tűzne ad akkora tüzet, hogy ahol most van az öngyújtónak a vége, hogy addig világítson. Hát mondjuk tény is valahogy ez ennyi volt, de ez ilyen... Meg tudtam nézni, hogy nincs itt senki. Oké. Az a baj, hogy bemutatnám egy éjszakát is, az éjszakámat is, meg bemutatnám azt is, hogy mi a legnagyobb bug, de sajnálatos módon csak egy fog vele férni ott be a videóba. És inkább most a bugot fogom megmutatni. Nem tudom, tehát hogy mit mutassak. Tehát egy az, hogy fázik az emberem, mint a vadászkutya. Melegedj, melegedj, melegedj. Nem szarok. Jó, hát akkor csücsüljünk. Nem csücsülünk. Jó, azt hittem megint zseblámpás. Rohadtul szarok, ezek zárnyékok, ezek nagyon csúnyák. Van egyébként néhány ilyen gyíkidióta, aki... Ma megint fázik, hát nem hiszem el. Van néhány ilyen gyíkidióta, aki komolyan mondom, tényleg zseblámpával jön. Aha, jönnek. Igen. Jönnek. Szerintem onnan. Vaze. Gyerekek, ilyen rohadtó szarok itt bent. Nem látok szart se. Hát itt se látok sok mindent. Nagy senki. Ott a zseblámpás. Ha figyeljétek, ott szalad. Elszaladt. Elment. Az nem volt benne a kézikönyvben, Halo. Az mi volt itt? Bóz. Jó, hát igazándiból ameddig a... Aha, most már ténylegesen nagyon fázom. Nem baj, visszajövünk a kis birtokunkra. Átmelegszünk. Mint a jó gyerekek. Ó,
Melegedjél már, rohadná meg. Igen, hát én mondtam, így foresztezik egy nyuszi gyerek, tehát én nagyon szarok, én nem merek kimenni, hagyjuk is az éjszakát. Hop-hop. Ezt csak én hallottam? Mintha futkároznának itt. Mintha így rohangálnának. Egyébként fura, ez ebben a contentben már bemennek jönni egy kicsit a vízbe. Nem nagyon, de van, amikor így nyakig elmerülnek, és még ott is vannak, vagy hát még ott is mennek támadni. Az ott kaja, és nincs sok kajám. Die, potato! Igen, pár pillanat után is körülbelül olyan... Nem menekülsz. Pár pillanat eltöltése a vízben pontosan ugyanolyan hatást kelt emberünk tüdejében, mint hogyha 3,5 órája lenne lent. Szedjük össze itt a cuccokat. Nyugi, az nem tudja élesíteni a csapdát. Legalábbis remélem, hogyha beledobog egy követ, az nem élesíti. Ezek nagyon szarok. Jönnek, azt egyszer csak így, jön a hátam mögül, akkor belecsokizok a székembe. Az biztos, én most megmondom. Valaki nyom egy ilyet, biztos, hogy én összeszarom magam. Szeretem ezeket a ládákat, mert respawnolnak a cuccok benne. Ujjjó! Azon gondolkozom, hogy ezt elpocsékoljam-e. Nem tudok dönteni. Lenne egy rakás fényem. Hát sokkal nem vagyok előrébb, de valamennyivel. És az a jó, hogy ezek elégnek, és utána így szétugrik. Dírozd, deszka! Ez nem az a mese, amikor boldogan élnek, míg meg nem halnak, ez boldogan élnek. Itt van! Itt van! Itt van! Van itt valaki. Oké, az a csapdám robbant. Anyádat. Hülye paraszt, hogy belementé! Hogy az Isten csukja rád a temetőkaput, te paraszt! Kell csoki. Ennyi volt? Egy dur és vége? Nézzük meg! Hova csúszol, hülye gyerek? Ennyi? Egy dúres vége. Hajnalodhatna már. Tegyünk érte. Na látjátok, ezért jó, hogyha az ember épít magának bombát, egy ilyen csapdákat. Aludj, aludj, aludj. Jó reggelt. De szép az élet, terem-derem, sokáig élek, terem-derem. És most tényleg... Nézzük, mi maradt meg kisbajtásból. Szerintem nem sok minden. Itt volt a bomba.
Ez kis pajtás elszaladt én utána, vagy nem tudom. Figyeld, már ott megy a cimbie. Az erős. Az ilyen csúnya bácsi. Megbasszam. Dehogy is. Ez gonosz. Ó, milyen szép táska. Vagy bőrönd, vagy mi a szar ez. Már jöttél körbenézni a peccomba, mi? Ez kihívott meg, följelentelek. Hú, azt milyen giga jump volt már. Sétálnál bele a bombámba. Na jó. Gobotot gyűjteni. De jó, hát jön a span. Nem, az ott ment. Haver CMB. Ezt nem hiszem el. Elhúzhatnátok ám a rákba. Kell nekem ilyen piszkafa. Meg tudom mutatni akkor. Igen, az ilyen piszkafákból lehet gyűjteni a leveleket is. Valamint a botot. Oké. Még azt hiszem kettőféle nálam. Igen. Oké. Futás! Pozitív dolog, lehet hátrafelé sprintelni. Anyádat! Oké. Hát ilyen fogyatékos idióta is csak én lehetek, hogy beleszaladtam a saját bombámba. És ráadásul olyan szinten megijesztett, hogy nem múlt sokan, hogy ténylegesen megtörténjen a baj. Bazd meg. Ez ilyen hülye is csak én lehetek. Essé szét. Nem göl lesz ide. Jó ide, a baszóba voltak, ja. Ez... Hát ez ennyi volt. Furcsa, hogy utána a botokat nem lehet összeszedni. Oké, és most csinálunk egy ilyen lockholdert, vagy mi is a neve. Locksledet. És ez a 0.25-ös patchnek szerintem az egyik legjobb bugja, hogy... Ezt én itt megépítem, ez eddig egy nagyon pozitív dolog. Ugye ebben majd kell fa. Istenem, még mindig nem bírtam lenyugodni. Hú. Na kell még bele 4 bot. Tanuljuk meg, a baszóboltát mindig favágáshoz használjuk. Ezzel támadni nagyon nehéz. Ugyanis nem túl aktív fegyver, bármennyire fő van gyorsítva. Mint látjuk, nem éppen gyors. Sokkal gyorsabb, mint a kezdeténél, de nem épp a leggyorsabb. Ennyi voltál? Gyík. Idd már meg azért gyomtam rá. 4 bot. Kellett, megvan pont. És nagyjából ez lesz itt az utolsó. Igen. Na most kezdjünk ki belerakni fát. Kiszedünk innen egy fát. Belerakunk egy fát. Na, milyen? Már nem olyan? Már nem olyan. Ó, hogy rohadná meg. Vagy? Nincsen nálam kő. Kell ehhez kő. Fölveszünk 5 követ, azt megnézzük, mi lesz az eredmény. Aha, itt van. Bele lehet pakolni a köveket. És ez a jó, hogy szaporodnak a kövek. Tehát láttátok, hogy 5-öt szedtem föl. Nem már. Pont most kezdtem el játszani. Még itt hallom, hogy ja, igen, megmutatom, hogy ilyen az így. Meg milyen a...
Molotov koktél, meg ilyen apróságok. Hallottam ám, ott fut, ó! Szaladgálám, azt nézd meg, ide jön. Fél az a jó, hogy ezen a sziklán, ez minden elérhető, tehát... De főleg ő. Mert ide mer jönni, márha. Igen, tehát mondtam, hogy ez a gyáva nyuszi kategória. Ezt használjuk ezzel. Kombináljuk és... Örülünk. Na gyere, gyere! Gyere! Na mi van, hülye gyerek? Ennyi volt? Hát mondom én. Ez a gyáva nyuszi kategória. Na most már nem vagy ijesztő. Aztán most várunk. Én ki nem megyek. Én nem megyek ki. Nem, sőt, van egy jobb megoldás. Molotov koktél, erre van. Azt mondja, hogy ha azt a cát tűzöm ki, akkor körülbelül... Aj! Tessék. És meg is gyújtotta saját magát. Jön, de még a szíje pattintom a fejét. Volt nála medikit, vagy ilyen cuccoska. Ennyi? Azt hittem ennél több lesz. Na mindegy. Hát érdekesre akartam volna csinálni ezt a fél órát. Kár, hogy itt a botoknál ez nem jó. Pedig hogy ürültem volna egy ilyen botszaporító, mint itt a kőszaporító. És ezeket ugyanúgy föl lehet szedni? Tehát... Tényleg, nézd meg, összeszedem. És itt lepakolom. És látjátok, nincs nálam kő. És... Hármat szedtem föl, lehetett látni. És ott meg öt van, tehát... Fogom, átbattyogok, hát itt már lerakni sem tudom. Fogom, visszaszaladok ide. És tele van. Na, hát ennyi volt már a Forest. Ne haragudjatok, gyerekek, én nagyon szarok ezektől. Nagyon nem merem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha megnéztetek. Ha tetszett a videó, lájkoljátok mindenképpen. Valamint ha eddig nem tettétek, meg iratkozzatok fel a csatornámra. Megpróbálom a következőt ténylegesen izgalmasra csinálni. Még majd fogom folytatni talán egy picit, de ez inkább tőletek függ, hogy próbálkozzak-e vagy sem, a barlangokba nem megyek le, tehát ezt megmondom, ez 100%, barlangokba nem merek lemenni, az nem, az, de még idefönt is félek, nemhogy odalent, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztetek, sziasztok!